kimin andragógiában. Pont most mentünk volna, és annyira bántunk, hogy érdekelt volna ebben a témában. Valamit szeretetek volna, ezt a programot máshol akartál. Aha. Hát én csak így viszonylag távolról követtem, de hogy az volt, ha mennyire tudom, hogy a BTK-n, ami a Gombóc teremben, ahol van egy ilyen megállapodás a hallgatóság és a dékány között, hogy ott hétfőn és csütörtökönként azt szabad lehet fórumozni. Bejelentették, hogy lenne ez a fórum, és akkor a dékán mondta, hogy ezt nem lehet. Mindenféle, nem tudom pontosan, hogy mikre hivatkozott. És akkor azt nem tudja, hogy találták ezt a helyet a srácok. Jó, hát ez egy hely. Igen. Sok hely volt. A Duna jege is lenne, ha velem a fajban. Akár, lenne. Igen. Segítséggel, illetve hát a szabályt megkérdezem, hogy maradjunk a sajtóval. Jó, rendben, oké, és csak. Bocsánat, csak így kellett, hogy így jelentem. Jó, rendben, ez egy szoftver, vagy te? De? Hát akkor azt nem kell magyarázni. Azt nem magyarázni. Azt nem kell. Nagyon jól ismerem. Nagyon jól ismerem, és a főszereplőjét is. Na, hogyha mindenki helyet foglalt, és a sajtó is összeeszkábelt a magát nagyjából, akkor, akkor szeretettel köszöntünk mindenkit a Hallgatói Hálózat fórumán, illetve a beszélgetésünkön. Szeretném bemutatni, illetve mindjárt bemutatom a ma esti beszélgetőinket, illetve előadóinkat. Előjáróban még szeretnék annyit mondani, hogy mindenkitől elnézést kérünk a kényelmetlenségekért, ami egyrészt ugye a hangosításbeli kihívások, illetve hogy egy ilyen szokatlan helyszínen kellett összegyűlnünk, de gondolom mindenki jól értesült a sajtóból arról, hogy pontosan mi vezetett oda, hogy most itt ilyen szükségmegoldást kellett találnunk. Ugyanakkor nagyon szeretnék megköszönni a hely üzemeltetőjének, hogy sírják, mondjam el valaki, hogy felajánlottak ezt a csodálatos rendezvénytermet. És akkor vágjunk is lassan bele. Gondolom mindenki tisztában van vele, hogy miért gyűltünk ma itt, azért hangozzon el még egyszer, tehát hogy mindegy másfél héttel ezelőtt az átlátszó.hu portál által szervezett sajtótájékoztatón kiderült, illetve Horváth András, a Nemzeti Adó és Vámhivatal egykori munkatársa beszámolt róla részletesen, hogy milyen nagyon súlyos visszaélések gyanúja merült fel az adózás kapcsán, illetve magyar, hazai és nemzetközi cégek állami segítséggel vélelmezhetően milyen súlyos mennyiségű, ugye több ezer milliárdos nagyságrendben csalnak el sok éve adót. Azért is vagyunk most itt, hogy ennek
ennek az ügynek, amire ugye az utóbbi hetekben, az utóbbi napokban egymást licitálva politikai és egyéb szereplők próbálnak valahogy megszabadulni ettől a témától. Azért vagyunk ma itt, hogy ennek további nyilvánosságot, illetve nyilvánosságokat ennek a témának biztosítsunk. Akkor szeretném bemutatni a beszélgetőinket. Lesz egy rövid a fórum első része, az a meghívott előadóink által elmondott egy-egy rövid bemutatkozás lenne, illetve hát elmondják pár percben, hogy miért is vannak itt, illetve hogy hogyan kapcsolódnak ehhez a botrányhoz. És utána akkor elkezdenénk, kinyitnánk a dolgot, és elkezdenénk egy fórumot, serényen írjátok fel a kérdéseiteket, az állításaitokat, és akkor azt majd a fórumon el tudjuk dönteni, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz. Akkor végre bemutatom az előadóinkat, tehát Bodoki Tamást, az átlátszó.hu főszerkesztőjét, Lukács Andrást, a levegőmunkacsoport elnökét, és végül nem utolsó sorban Horváth Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal egykori alkalmazottját. Még próbáltunk meghívni szervezeteket, ilyen-olyan okokból sajnos nem tudtak részt venni a mai fórumon, illetve természetesen a Nemzeti Adó és Vámhivatalt is megkértük, illetve megkerestük azzal, hogy jöjjenek el és esetleg reflektáljanak ezekre a nagyon súlyos gyanúkra, illetve hát így nézzenek szembe ezzel a kérdéssel, de a következő tartalmú választ kaptuk tőlük. Egyrészt megköszönik, hogy meghívtuk őket, ugyanakkor közlik, hogy a NAV egy adózási jogszabályok alapján működő jogalkalmazó szervezet, ezért nem alkot véleményt ebben a kérdésben. Jó. Én örültem volna, ha itt lettek volna. Mindannyian örültük volna, hogyha itt lettek volna, nyilván sokkal izgalmasabb lenne a dolog, de hát be kell érnünk ennyivel, hogy a NAV azért, mert jogszabályok alapján működik, ezért nem véleménye. Nincs véleménye az adózásról. Így van. Úgyhogy akkor én nem is beszélnék tovább, akkor átadnám a szót Bodoki Tamásnak az átlátszó.hu-tól. Jó, hát sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Az átlátszó.hu az azért lett médiapartnere ennek a történetnek, a levegő munkacsoport felkérésére, tehát Lukács Andrástól indult ez a történet, és azért mi úgy kerültünk ebbe, hogy mi azt gondoljuk, hogy az borzasztó nagy dolog, hogyha valaki valamilyen visszaélést gyanít az államigazgatásban, vagy az állami szektorban, és ezt névvel, arccal felmeri úgy vállalni, hogy kilép a nyilvánosság elé, és vállalja ennek az összes következményét. Tehát a mi munkánkban az a jellemző, vagy az az általánosnak mondható, hogy jönnek ilyen-olyan informátorok különböző történetekkel, ebben van olyan is, amit abszolút ellenőrizhető és valósnak tűnik, de az informátor azt mondja, hogy én nem szeretnék szerepelni, az én nevemet azt ne írjátok bele, engem nem lehet lefényképezni, és engem hagyjatok ki az egészből. És akkor innentől ugye a történetet már nagyon nehéz igazolni, nagyon nehéz feldolgozni, és ezért nagyon sok olyan történet van, ami amiatt nem kerül nyilvánosságra, hogy azok, akik tudnak erről a történetről és bizonyítékokkal rendelkeznek, nem vállalják fel a nyilvánosságot. Na most Horváth András esetében én úgy láttam, hogy egy olyan ritka kivételről van szó, ahol valaki látja a visszaélést, ugye ez több éve zajlik, tehát megtett mindent azért, hogy ezt házon belül rendezze, valószínűleg ez nem sikerült neki, és akkor azt mondja, hogy ő igenis kiáll a nyilvánosság elé, és azt szeretné, hogy erről mindenki tudjon. Ezt én nagyon komoly gesztusnak tartom, és azt gondolom, hogy ezt ilyen médiaszervezetként mindenkinek támogatnia kell, és ezért veszünk részt ebben a történetben.
Én szeretettel köszöntök mindenkit, inkább fölállok, lehet, hogy így jobban lehet hallani. A levegő munkacsoport egy környezetvédő civil szervezet, felmerülhet a kérdés, hogy keveredünk bele ebbe az ügybe. A levegő munkacsoport 25 évvel ezelőtt alakult, és azóta azt tapasztaljuk rendszeresen, hogy a súlyos környezetszennyezésű ügyekben mindig van valami korrupció, adócsalás vagy valami hasonló visszaélés, és ezt nem nagyon lehet egyedileg kezelni, itt komoly rendszer szintű változások, tehát a jogszabályok, az intézményrendszer megváltoztatására van szükség. Tehát, és ugyanazt tapasztaltuk, mint amiről Bodoki Tamás beszélt, hogy jönnek hozzánk az emberek, elmondják, hogy itt korrupció gyanús ez az ügy, sőt, sokszor azt is elmondják, hogy korrupcióban konkrétan megnevezze személyeket, összegeket, csak amikor azt kérjük, hogy tanúskodjanak, vagy legalább valami dokumentumot adjanak, akkor hát ez nem sikerül. Tehát általában itt bukik meg. Egyetlen egy olyan ügyünk volt a 25 év alatt, amikor nem valamilyen környezetében, vagy egyik jogszabályra hivatkozva értünk el sikereket, hanem tételesen be tudtuk bizonyítani a korrupciót. Ez a Humboldt ügy volt, ugye az Erzsébetváros, belső Erzsébetváros a zsidó negyed műemlékeinek a tönkretétele, lerombolása. Ezt sikerült megakadályozni, és hát el is ítélték, bár messze nem olyan mértékben, mint ahogy kellett volna, és a vagyonát is nagy részt meghagyták. Tehát ez egy messze vezet, ez a bírósági. Tehát egyrészt ugye a korrupció, másrészt azt is láttuk, hogy az adócsalás, illetve adóvám és hasonló, tehát a közterhek elcsalása is nagyon szoros összefüggésben van sok esetben a környezetszennyezéssel. Mondok két példát, az egyik a személygépkocsik elszámolásával, használatának elszámolásával kapcsolatos visszaélések, ami szintén hasonló nagyságrendű, mint ez az említett áfacsalás. Magyarország egyébként az Európai Unióban az egyik legrosszabb e tekintetben, egy uniós tanulmány szerint. Vagy a másik, ami hát tulajdonképpen az áfacsalással, meg számos egyéb csalással, meg visszaéléssel összefügg, ez a kamionforgalom. Volt a szlovák-magyar határ közelében, tehát Magyarországon egy vizsgálat, amely kimutatta, hogy a kamionoknak mintegy egynegyede azért furikázik oda-vissza a határon, hogy ezeket az áfacsalásos ügyleteket végrehajtsa tulajdonképpen. Hát gondoljuk el, hogy a levegőmunkacsoport hosszú éveken át küzdött azért, hogy vezessék be a kamionok útdíját. Hát mekkora útdíjat kellene bevezetni ahhoz, hogy 25%-kal csökkenjen a kamionforgalom. Itt pedig, hogyha az adócsalást fel tudnánk számolni, akkor ez is sikerülne. És hát körülbelül olyan két évvel ezelőtt hallottam, sőt lehet, hogy meg korábban hallottam arról, hogy a többektől, tehát nem csak Andrástól, sőt akkor még Andrással, Horváth Andrással még nem voltam kapcsolatban, hogy milyen visszaélések folynak az adóhivatalnál, és aztán Andrással is kapcsolatba kerültem, és számos más emberrel is, adóhivatalokkal, itthon is, külföldön is tájékozottunk, az Európai Bizottságnál, Európai Parlamentnél, már egyes országoknak a nagykövetségénél, hogy látják a helyzetet. Tehát belül és kívül is nagyon sok emberrel beszéltünk, adatokat gyűjtöttünk. Tehát nem úgy álltunk hozzá, hogy most jött egy ember, és akkor ezt elmondja, és elhiggyük neki. Nem, hát hittünk neki, de nem teljesen. Meg akartunk bizonyosodni, és miután megbizonyosodtunk arról, hogy tényleg így van, utána kiálltunk András mellett, és úgy döntöttünk, hogy nyilvánosság elé lépünk. Köszönöm szépen! Bocsánat! Jó, hát nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Nekem nagyon megható és felemelő, hogy ebbe a történetbe a diákság rögtön belekapaszkodott, és meglátta, hogy milyen jelentősége van ennek az egésznek. Mindjárt bele is csapnék a közepébe, méghozzá olyan módon, hogy nem lehet reakció nélkül elmenni
amellett, ami ebben az elmúlt egy nappalban történt a hely kiválasztással kapcsolatban. És ennek a lényege, ennek összefügg tulajdonképpen az én mondandómnak a lényegével is, hogy hogyan is működik a hatalom. Hogyan is, milyen jellegzetességei vannak ennek a mai kis korrupciós világunknak. Ugye annak az embernek, aki azt a döntést hozta, hogy az ELTE nem kívánatos egy ilyen fórum, annak egy klasszikussal tudnék talán idézni, hogy a lényegét ragadta meg a kérdésnek Pelikán elvtárs. Mindjárt mondom, hogy mire gondolok, hogy mi is a lényeg ebbe az egészben, mert kapásból azt mondaná mindenki, gondolom, hogy biztos jött egy telefon föntről, hogy hát gyerekek, nehogy már ennek az embernek újabb fórumot biztosítsatok, és hogy egy tudományegyetemen nehogy egy ilyen téma fölmerüljön. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy leszóltak. Szerintem senki nem szólt le valószínűleg. Az a valószínű, hogy nem szóltak le, hanem úgy működik a rendszer, hogy tudják, hogyha van egy olyan téma, mint ez, ami nagyon sokakat érint, ami a rendszer, azt kell mondjam, hogy a rendszer alapjait érinti, akkor az erről el kell zárkózni, meg kell felelni a nagyember kívánalmainak, akkor is, ha nem szól le nekünk. És szerintem itt valószínű, hogy ez történt. Lehet, hogy nem azt érték el vele, amit akartak, mert ír nagyon nagy reklámot, és megjelenési lehetőséget biztosítottak ezzel az ügyel gyakorlatilag. Úgyhogy, és úgy függ össze az én ügyemmel, ugye, hogy az én fejlentésemben szerepel egy olyan korrupciós ügy, amiben a kolléganőt telefonon utasították arra, hogy egy vizsgálattal álljon le, és ne tegyen megállapítást egy olyan ügyben, ahol ugye milliárdos számlagyáraktól fogadott be számlát ez a cég. Na most, vannak ilyenek is, ilyen telefonok, de a leggyakoribb eset az a NAV-nál is, hogy olyan vezetők vannak meghatározó pozíciókba ültetve, akik önmaguktól is pontosan tudják, hogy bizonyos adózói körhöz nem lehet hozzányúlni, tehát telefon sem kell ahhoz, hogy intézkedjen ilyen ügybe, illetve telefon sem kell ahhoz, hogy tudják, hogy nem lehet elrendelni adóvizsgálatokat ilyen cégeknél. És azt hiszem, hogy ez még súlyosabb annál, mintha csak leszólnának, mert, hogy mondjam, tehát rendszer szintű az, hogy rendszer szintű ez a korrupció, rendszer szintű az, hogy olyan emberek töltenek be pozíciókat nagyon fontos helyeken, akiktől nem várható el az, hogy elfogulatlanul döntenek bizonyos kérdésekbe. És én még a hallgatói hálózatnak szeretném azt mondani, hogy azért én nyomon követtem ugye a múltat is, nagyon sokat támadták a kormányzat részéről a hallgatói hálózatot is. Ugye nagyon örültem, amikor kiálltatok a Tandi körüli dolgoknál az érdekeitekért és másoknak az érdekeiért, és én azt láttam, hogy a támadás mögött nem feltétlenül az volt, hogy itt támadtátok ezt a Tandi rendszert, amit a kormány be akart vezetni, hanem őneki az önszerveződéssel volt nagyon nagy baja. És szerintem most is az a probléma, ez az önszerveződés. Erre a korrupt rendszerre, ami kormányzatoktól függetlenül együtt él velünk Magyarországon, a legnagyobb veszély az önszerveződés. A kormány nyilvánvalóan azt szeretné, hogy bólogató Jánosok kerüljenek ki a főiskolákról meg az egyetemekről, és könnyen befolyásolható, önálló gondolkodás nélküli emberek töltsenek be pozíciókat a közigazgatásba. Tele van ilyenekkel a NAV, és tele van ilyenekkel a közigazgatás más területe is. Nagyon jó, hogy megemlítette Bodoki Tamás azt, hogy ugye sokan névtelenül jönnek. Lehet, hogy emlékeztek rá, hogy volt egy ügy nem olyan régen, az egyik környezetvédelmi felügyelőségnek a munkatársa állt ki, igaz, hogy ő névtelenül, és hasonló dolgokról beszélt az ő területén, mint ami nálunk van a NAV-nál. Úgyhogy ami nálatok megjelent egyébként, az abszolút párhuzamosan
megtalálhatta nálunk is a napnál. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy hiteles forrás volt. Sajnos nyilvánvalóan ő is úgy volt, mint nagyon sok kollégám a napnál, akik ugyanilyen problémákat, ugyanúgy látja a problémákat én, hogy sajnos olyan egzisztenciás és fenyegetettsége van annak, hogyha valaki kiáll ezzel, hogy nem merik ezt megtenni. Ugye itt gondolkodtam azon, hogy miről is beszéljek még ebbe a témakörben, mert az elmúlt napokban rengetegszer elmondtam ugyanazt újságíróknak mindenféle fórumon, és egy dologról azért nem kérdeztek olyan sokat, ami nagyon lényeges volt az én elemzésemben, ami az adóhivatalnak a személyügyeit érintette, különleges tekintettel a kiemelt adózók igazgatóságára. Egy picit erről részletesebben szeretnék beszélni, hogy ott mi történt. Tehát 2010-ben volt ugye egy átszervezés, és ott új vezetők is kerültek meghatározó pozíciókba. Volt ennek a kiemelt adózigazgatóságának olyan szakterület, hogy központosított ellenőrzési szakterület. Ez volt az a terület, ahol kiemelten foglalkoztak országos szintű láncolatos ügyletekkel. Voltak működési gondok ezzel a szervezettel, de amikor létrejött, még 2007-ben, amikor létrehozták, akkor az volt ennek a lényege, hogy koncentráltan, nagy tapasztalata rendelkező emberek foglalkozzanak ezzel a területtel. Ezt a területet 2011 elejétől kezdődően megpróbálták megszüntetni, illetve megpróbálták leépíteni. 2011 elején nagy tudású, korrumpálhatatlan, tisztességes embereket, magas szintű vezetőket rúgtak ki erről a szakterületről, vagy fokoztak le ügyintézői státuszba, majd 2012 végére ezt a szakterületet végleg megszüntették. És azt akarom mondani, hogy olyan súlyos az adóhivatalnál a helyzet, illetve az mutatja, hogy igazából milyen belső működési problémái vannak, és milyen hivatali visszaélések vannak az adóhivatalban, hogy azokat a kollégákat, egyszerű revizorokat vagy vezetőket, akik tisztességesen a közérdeket képviselve, a közérdeknek megfelelve próbálják meg végezni a munkájukat, azokat folyamatosan félreállítják. Ezek a kollégák nagyon sokan most is ott vannak még a hivatalban, lefokozva, és alibi munkákkal ellátva, olyan is van, akinek évek óta nincs komoly munkája. Holott az adott szakterületen kiváló eredményeket ért el, és kiváló eredményeket érhetett volna még el. A feljelentésemben is több olyan esetről is írok, amikor ilyen típusú kollégákat félreállítottak a hivatalon belül, úgyhogy nagyon remélem, hogy az ügyészség mindegyik ilyen esetet meg fogja vizsgálni, amit ott jeleztem a feljelentésben. Tehát nem csak rólam van szó, hanem nagyon sok ilyen kollégáról van szó, és az adóhivatal többségében a revizorok meg a vezetők azok természetesen jó, nagyon, nagyon jó kollégák voltak, és nagyon jól együtt lehetett dolgozni, de van egy olyan, azt lehet mondani, hogy egy hivatali visszaélésekkel terhelt vezetői hálózat, akkor most így finoman fogalmaztam, amelyik kormányokon átívelve teszi lehetővé azt, hogy egy bizonyos adózói kör, ezek a legnagyobb adózók, diszkriminatív elbánásban részesüljenek az adóhivatalon belül, és ha valaki ez ellen szólni mer, vagy a munkájával egy olyan pontra jut, hogy veszélyezteti ezeknek az adózói csoportnak az érdekeit, akkor megnézheti magát, akkor szankciókkal sújtják, akkor eltávolítják előre a területről. Szóval ez az egyik nagyon fontos momentum a többi mellett, amiről már az elmúlt napokban nagyon sok szó volt. Akkor azt szeretném még mondani, hogy az elmúlt napoknak a hatásairól egy kicsit szeretnék beszélni, mert ugye
elég jól megszerveztük azt, ugye elmondta az András is, hogy nagyon sok helyre fordultunk, tehát mi az Európai Unió Bizottságát is felkerestük. Ugye én magam a kormánnyal többször próbálkoztam, de hát ugye eredménytelenül, mert nem történt változás. És ugye ez egy végső lépés volt, hogy a nyilvánosság elé lépek, ugyanis láttam, hogy minden olyan csatorna bedugult, ahol ezeket a változtatási elképzeléseimet legalább megvizsgálták volna, illetve megvizsgálták volna azt, hogy mit is lehetne csinálni, hogy lehetne javítani ezt a területet, vagy legalább vizsgáljuk ki, amit a Horváth András mondott. Annyi tanulmányt leírt, annyi beadványra fordult, nézzük már meg, hogy igaza van-e. Ez most sem történt, meg ugye az a két nap átvilágításban pont azt nem nézték, amit kellett volna, ezt hozzáteszem, úgyhogy ott azért nem találtak semmit, de elképesztő mértékű támogatottságot érzek az ügy mögött, magam mögött, illetőleg az ügy mögött. Nem tudom, András, és hogy mennyire gondoltad volna, de nem gondoltam volna, hogy másfél hét alatt idáig fut ki ez a dolog, hogy ennyire fontos az embereknek ez a kiállás, hogy ennyire megmozgat olyan embereket a civil szféra és a politikai szféra minden oldaláról, az egyik szélétől a másikig, és találkozik azzal az értékítélettel, ami igenis megvan a társadalomban, ami nem fogadja el ezt a korrupt működési rendet, és megpróbál tenni, van, aki itt látok olyanokat, vannak olyanok, most már megismerkedés, aki már évtizedek óta megpróbál ezek ellen tenni, és harcol az államigazgatásban, meg a politikában meglévő korrupció ellen. Sajnos, hogy eddig még ezek nem hoztak igazán nagy eredményeket, de én azt remélem, lehet, hogy nagyon idealista vagyok, hogyha ennek az ügynek megmarad a támogatottsága, megmarad rajta a figyelme, megmarad a sajtó figyelme, és nem fog olyan hamar elsikadni, mint az elmúlt években ezek a korrupciós ügyek, hogy akkor elképzelhető, hogy ez az ügy, meg azoknak az ügyei, akik tényleg évek óta küzdenek az elemekkel, ilyen a visszaélések miatt, a visszaélések leleplezése érdekében, hogy azok is be fognak ide csatornázódni, és azok is valamilyen eredményt hoznak végre. Úgyhogy én ebben nagyon reménykedem. Még nem tudom, még egyet el szeretném mondani, aztán majd kérdezzetek, hogy Varga Mihály, amikor átvette Matolcsy Györgyről a pénzügyminisztériumot, akkor az első látogatása a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz vezetett. Nem tudom, hogy emlékszik-e rá valaki, de hát nekem ugye nyilvánvalóan föltűnt, és akkor megszólalt Vida Ildikó, a NAV elnöke, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal a magyar közigazgatás legjobban működő területe. Ezt mondta Vida Ildikó. Amikor ugye, tehát én majdnem hanyattestem ettől az egésztől, amikor ezt meghallottam, meg jó néhány kollégám, ugyanis hát én már nagyon régóta tisztában voltam itt a működési problémákkal, meg azokkal a korrupciós jelenségekkel, amit hát itt a nyilvánosság előtt gyakorlatilag lejepleztem, és amivel kapcsolatban feljelentést tettem. És ugye az első reakciók a kormányzat részéről, amik a múlt pénteki sajtótájékoztató után voltak, azok a szokásosak voltak, ugye a tagadás, akkor egy kis csúsztatott ellenvélemény, fogalmazzunk így, a média, a kormánypárti médiának a leállítása, de úgy látom, hogy az elmúlt egy-két nap eseményei vagy rákényszerítették a miniszterelnököt, hogy legalább valamit hozzászóljon az ügyhöz, és ha elbújtatva is egy kis gyárlátogatás keretei között, de ő maga mondta, hogy a cukorfronton óriási nagy disznóságok vannak, és nemzetgazdasági szintű nagyon komoly károkat okoz ez az egész. Úgyhogy én azt mondom, hogy remélem, hogy így tovább,
ez egy nagyon kis, pici kis kezdet, ami elhangzott ugye a miniszterelnök részéről, mert ez egy terület, és hát itt az gyakorlatilag csepp a tengerben. Nagyon fontos, hogy ott rendezzék azt a kérdést, de csepp a tengerben. De ez már azt mutatja, hogy foglalkoznak magas szinten azzal, hogy mégiscsak valami fajta módon ki kell vizsgálni azokat az ügyeket, meg azokat a működési problémákat, amire én már nagyon sokszor fölhívtak ma a kormányzatnak a figyelmét. Hát most egyelőre köszönöm, hogy meghallgattam, egyelőre ennyi, ami eszembe jutott, és aztán majd a többit meg a kérdésekre válaszolva akkor elmondom. Köszönöm. Csillag Ádám vagyok, elnézést kell kérnem, de újszülött vagyok a dologban, és esetleg azok, akik azt az anyagot nézik, amit én most csinálok, azok lehet, hogy nem fogják tudni, hogy konkrétan, egészen pontosan miről van szó. Ugye attól félek, hogy nem fogja megúszni azt, hogy azért mégis elmondja a leglényegét annak, hogy miről van szó. Legalábbis én ezt szeretném. Jó, egy pillanatra szeretném most még így megállítani a fórumot. Vissza fogunk térni erre, Ádám, csak muszáj lesz előtte még gyorsan ismertetnem a fórumozás szabályait, csak hogy minél hatékonyabban tudjuk egymással kommunikálni. Kérek szépen egy nagyon tapasztalt valakit, aki tud nekem segíteni bemutatni a különböző fórumjeleket. Somogy, te légy szíves. Jó, tehát ahhoz, hogy hatékony legyen a fórum, ahhoz muszáj egy bizonyos rendszert belevigyünk, ez a kézjelekben fog megmutatkozni, mindenféle különböző közlendőknek különböző kézjele van. A legegyszerűbb természetesen a jelentkezés, az egyszerű ilyen hozzászólás, ezt így jelöljük, akkor ha valakinek valamilyen javaslata van, amit esetleg szavazásra lehetne bocsájtani a fórumban, az ezt a kézjelet használja, ez viszonylagos elsőbséget fog eredményezni a felszólításban, de mindenkit nagyon kérek, hogy ne éljen vele vissza. A következő jel, ha valakinek olyan technikai információja van, ami azonnal és sürgősen közlendő, akkor ezzel a jellel tudja jelezni, például repedezik a fal, vagy ilyesmi, úgyhogy gyorsan távolodunk el. Tehát ugye valamilyen hasonló ilyen azonnali közlés, igénylendő technikai közlés. Jó, tehát a hangos vélemény nyilvánítások sokszor zavaróak tudnak lenni. Ezen, hogyha valakinek valami nagyon tetszik, ami elhangzik, akkor azt a néma tapssal jelöljük, vagy illetve mindenkit kérek rá, hogy használja bátran, ha csak kicsit tetszik, lehet egy kézzel is. És ezen túl, ha valakinek radikális ellenvéleménye van, tehát hogy szerinte nagyon nem jó irányba visz az, ami elhangzott, nagyon rossz, nem ért vele, súlyosan nem ért vele egyet, akkor ezt ezzel jelöljük azonnal. Igen, nem véletlenül felejtettem ki, van még egy jel, amit szoktunk használni, ezt arra szoktunk használni, nagyon praktikus tud lenni, de könnyen vissza lehet vele jönni sajnos. Ez amikor valakinek olyan közlendője van, ami további vitát előzne meg, tehát valami olyan információ birtokában van, ami megelőzne egy hosszan elnyúló vitatkozást, akkor ezt a jelentkezéssel és az illetőre való rámutatással jelezi. Jó, ha valaki mondjuk biztosan tudja, hogy az a fejtegetés, amiben az előző fórumozó belekezdett, az egy sajtótalálgatáson alapul 3 nappal ezelőttről, ami egy nappal ezelőtt már cáfolt ugyanaz a sajtóorgánum, csak vélhetőleg nem olvasta ezt a hírt az illető, akkor ő azonnal itt kér is elmondja neki, hogy de erről már az Index korrigálta magát, nem tudom, hogy újság korrigálta magát, és akkor ez az igazság, és akkor nem kell ezen vitázni fölöslegesen. Igen, és akkor hogyha valaki unalmasan és túl hosszan beszél érdektelen dolgokról, akkor ezzel a jellel
jelöljük. Jó, hogyha mindent elmondtam, ami a fórum szabálya, mindenkit szeretnék kérni, hogy nagyon tömören fogalmazzon, tehát a maximum 2 perces időkeretet egy felszólalásra ne lépje túl. Mindenkit megkérek, hogy próbáljon nyugodtan érvelni, mert időnk az van, és ugyanakkor szeretném mondani, hogy természetesen a különböző kirekesztő, erőszakos letromfolásokat nem fogjuk hagyni, tehát ezeket ki fogjuk moderálni, és mindenkit még egyszer megkérem, hogy legyen nyugodt és érveljen világosan. Pártpolitika és hasonló pártpolitikai jelszavakat, pártpolitikai, nem is tudom, felszólalásokat nem fogunk megint csak hagyni, ki fogunk minden ilyesmit radikálisan moderálni, illetve az oda nem illő, természetesen az oda nem illő kommentárokat is. Jó, akkor mindjárt kezdünk akkor Csillag Ádámmal, mert ő már feltette a kérdést, és akkor használva ezeket a jeleket mindenkit kérek, hogy nyugodtan akkor tegye fel aki esetleges kérdéseit, vagy amit szeretne hozzátenni az elhangzottakhoz. Ádám. Jó, tehát még egyszer. Röviden akkor. Igen, tehát, hogy jó. Sokan valószínűleg értem. Nem ismerik még, hogy miről értem, van csak szó, én azért nem beszéltem már róla, mert tényleg már az elmúlt napokban annyiszor elmondtam ezt, de akkor természetesen elmondom. Tehát én, amikor kiléptem a NAV-tól, akkor ellenőrzési szakkoordinátorként léptem ki. A 2010-től voltam én ebben a pozícióban, de ez a munkaköri elnevezés, ez nagyon jól kifejezi azt, hogy én mit csináltam 14 óta a napban. Én már tulajdonképpen akkor is ezt az ellenőrzési koordinációt végeztem, amikor még nem is tudták a NAV-nál, hogy ilyen tevékenység lesz majd egyszer, meg ilyen munkakör lesz. Hogy mit is jelent ez pontosan? Én egy kicsit szabadabban mozogtam a rendszerben, mint egy átlagos dolgozó, illetve egy átlagos adóellenőr. Nagyon sok adóellenőrnek a munkájából dolgoztam. Az első idő, a legnagyobb részében a NAV töltött időben feljelentéseket állítottam össze. A speciális szakterületem az a szervezett bűnözői hálózatoknak a feltárása, ebből feljelentések írása, illetve egyéb típusú dokumentumok, jegyzőkönyvek, határozatok elkészítése. Amióta csak ott vagyok a hivatalnál, egy kicsi ilyen tanácsadó szerepet is betöltöttem a revizorok felé, illetve együtt dolgoztam velük nagyon sok ellenőrzésben. És azt lehet mondani, hogy az évek alatt egy olyan sajátos módszertant alakítottam ki ezeknek a hálózatoknak a feltárására, aminek az elemeit nagyon sok revizor országszerte átvette, használja és alkalmazza, viszont nem tudja, sokszor nem tudják, hogy kitől származik ez az egész. Érdekes eset volt olyan, előfordult nem egyszer, hogy az egyik kolléga a figyelmembe ajánlott egy nagyon jó kis jegyzőkönyvet, vagy határozatot, nem tudom már mi volt, és azt mondta, hogy András, nézd meg, ezt átküldtem neked a gépen, ez nagyon jó, ezt föl fogod tudni te használni a munkáidba. És akkor jó, akkor elfelejtettem, 2 hét múlva megint szólt, hogy ránéztem, nézd meg, mert ezt nagyon, és akkor megnéztem, mondta, hogy ebben új megoldások vannak, és akkor megnéztem, és visszaszóltam neki, hogy igen, ez az enyém, ez tőlem származik, csak nem az én nevemen fut. Tehát itt ebben a rendszerben én soha nem, és a szervezetem belül soha nem dicsértem magam, rengetegen ismernek, és rengeteg embernek segítettem, és tudják, hogy milyen vagyok. Egy újító voltam ebben a szervezetben, és ennek során jutottam olyan információk birtokába, amikor nem csak azzal töröttem, hogy egy-egy adózó vagy egy-egy hálózat mit csinál, hanem hogy erre az egészre maga a szervezet hogy reagál. Miért nem tudja hatékonyan üldözni ezeket a cselekményeket, miért nem eredményesek azok az adóvizsgálatok, amelyeket a revizorok lefolytatnak. És ugye főleg az utóbbi 3 évben jutottam olyan szintjére ezeknek a hálózatoknak, amikor a vizsgálataim körében abszolút bemondtam a multinacionális nagy exportőröket, illetőleg láncokat,
és akkor lehetett tapasztalni azt, amit nagyon sokszor elmondtam, hogy diszkriminatív módon viszonyul az adózó, az Nemzeti Adó és Vámhivatal a nagyadózókhoz, egyszerűen nem hajlandó komoly ellenőrzéseket lefolytatni nála, ha vannak is ellenőrzések, akkor azok jelentéktelen megállapításokkal zárulnak, hát ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy olyan cég, ami havonta 10-20 milliárdot forgalmaz, és akkor három évente megállapítanak neki pár milliós adóbírságot. De nem is ez a legnagyobb baj, nem is az, hogy hány vizsgálat, nem az a legnagyobb baj. Az a legnagyobb baj, hogy olyan időszakokat engednek el, olyan bevallási időszakokat nem vizsgálnak le, amikor tudható, mindenki által tudható, hogy tele vannak ezek a cégek fiktív számlákkal, és ezeket a beszállítókat, ha más adózóknál nézik kollégáim, akkor mindig vizsgálat alá kerülnek, és végigpörgetik a láncot, és megpróbálják feltárni a hálózatot. Ha amikor elér a vizsgálat egy nagy adózóhoz, ott viszont megáll az egész dolog, és itt vége. És ez az, ami a hálózatfeltárásnak egy bizonyos szintjén ugye kihozta azt, hogy hogyan is reagál valójában az adóhivatal ezekre a számlázási hálózatokra. Nagyon érdekes, hogy mivel támadnak engem a NAV-tól, például az elnök helyettes szájába mit adtak, meg egy-két adószakértőnek a szájába mit adtak. Az egyik fő támadási pont az volt, hogy kizárt dolog, hogy egy adóellenőr, így mondták, hogy adóellenőr, de ezeket megtiszteltetésre adóellenőrnek neveznek, de nem adóellenőr voltam, hogy egy adóellenőr ennyire ráláthat az egész hálózatokra, és ennyire ráláthat a működésbe. De hát bizony, kedves kollégák, és most már szerintem már korábban is látták a vezetők, nem véletlenül távolítottak el az utolsó ellenőrzés projekt éréről, amivel részt vettem, pontosan tudják, hogy igen, rá lehet látni erre az egészre. Tulajdonképpen ez egy dicséret, mert ugye nem azt mondják, hogy nem igaz, amit mondtam, hanem azt, hogy nem láthattam rá. Elmondom a legelképesztőbb adószakértői a minap hallottam az Echo TV-n, nagyon kár, hogy nem hívtak meg, de ilyenkor, hogy nincs ott az ember, az nagyon nagy kár. És akkor azt mondta az adószakértő, hogy a Horváth András az jó helyen tapogat, csak rossz következtetéseket von le az egészből. Ugyanis nem az a baj, hogy a nagy adózókat nem ellenőrzik ezekben a határokon átnyúló adócsalási ügyletekben, az a baj, hogy a kicsiket ellenőrzik. Mert a kicsiket se kéne ellenőrizni. Mert ott van az Európai Bírósági ítélet, ami alapján nem lehet. Mit mondott Rogán Antal? Azt mondta pár napja, hogy kicsi adózókat is ellenőrizni kell, a kis adózó se csalhat, meg a nagy adózó se csalhat. Mit mondott az adószakértő? Csaljon mindenki. Na most emögött az van egyébként, hogy a Európai Bíróság, már nagyjából kiismerültek az érvek, amit hoztak, ugye azt hozzák föl, hogy van egy Európai Bíróság, van több Európai Bíróság ítélet, ami az adóhatósági határozatokat megsemmisítette, a magyar adóhatósági határozatokat, és abban van egy olyan kitétel, ugye, hogy akkor lehet megállapítani ezeknél a nagy adózóknál is, tehát a haszonhúzóknál, a láncolat végén is akkor lehet megállapítani adóhiányt, akkor lehetnek jogkövetkezmények, hogyha az adóhatóság be tudta bizonyítani, hogy az az adózó, tehát ugye a láncolatot sokan látták, ugye, amik a sajtóba lementek, ma 444-en volt egy nagyon jó kis magyarázat az egészről egyébként, úgyhogy érdemes elolvasni azt is, ha valaki még nem találkozott vele. Tehát ha azt mondja az Európai Bírósági ítélet, ha tudta vagy tudhatta az adózó, akkor állapítható csak meg nála az adóhiány. Hát tudta vagy tudhatta, hogy adócsaló láncolatokban vesz részt. Tehát csak akkor állapítható meg adóhiány. Na most ebből azt a következtetést vonták le az adóhatóságnál, hogy ezeknél a nagy adózóknál nem lehet vizsgálatot lefolytatni, vagy a haszonhúzóknál a láncolatok végén, mert úgyis el fogja kaszálni az Európai Bíróság ezeket a határozatokat. Ez egy egészen elképesztő interpretálása ezeknek a bírósági ítéleteknek, ugyanis ezeket a bíróság azért
semmisítette meg ezeket a határozatokat, mert olyan színvonalúak voltak, amit például, ha elém kerül és előtte megkérdeznek, hogy ki mehet-e így, akkor én biztos, hogy visszadobtam volna. Tehát az a baj, amiről nagyon sokat beszéltem, hogy annyira le van épülve az ellenőrzési szakterület, hogy már nem képes olyan színvonalú határozatokat letenni az asztalra, ami azután megállna az európai bíráságon. Tehát ez a nagy baj. Nem az a helyzet, amit ők mondanak, hogy az európai bíróság azt mondja, hogy nem lehet ezeknél megállapítani, mert így kommunikálják. Az a baj, hogy csak olyan színvonalú határozatokat tudunk letenni, ami sajnos nem állja meg a helyét. És az én módszerem, amit kidolgoztam, ez a számlázási hálózatok feltárásának a módszertana, és amit magas szintű megvezetők is megkaptak, az pontosan ennek az ilyen hálózatok feltárásának annak a megoldását nyújtja gyakorlatilag, de ez egy olyan komplex rendszer, amit ha így egész évben működtetünk, akkor feltárja azokat a szervezőket, akik ez egész mögött állnak, azokat a hálózati kapcsolatokat és azokat a mögöttes szereplőket, ami sem bizonyos adóhivatali vezetőknek, sem kormányzati tényezőknek nem érdeke. Nem tudom, ez körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, hogy akkor nagyjából így... Oké, akkor volt egy jelentkezőnk közben. Nekem az lenne a kérdésem, hogy elhangzott, hogy a feljelentést tett az ügyészségem, és azt hiszem, hogy mennyire átszűr mindent, és hogy milyen sokára mi intézménynél tapasztalatú ez, vagy van meg valószínűleg, és ennek fényében mennyire bízik az ügyészség ítéletében, mennyire valószínű az, hogy korrekten kivizsgálják az ügyet, és mennyire valószínű az, hogy eltusolják, és hogyha eltusolják, akkor mi lehet a következő lépés, ugye? Az önbizonyítékai azok az ügyészségnél vannak, és nem hozhatja őket nyilvánosságra. Tehát mit lehet akkor tenni, hogyha az ügyészség megállapítja, hogy nem történt semmi? Ez lenne a kérdés. Jó, köszönöm. Nagyon jó a kérdés. Itt visszatérnék egy kicsit a problémát, én is látom. Azt látom, hogy az utóbbi évek nagy korrupciós ügyeit, ami a Fidesznek gyakorlatilag választási győzelmet hozott, azt vagy az ügyészségen, vagy a bíróságon sikerült megakasztani, és végül is azok az egyértelmű korrupciós cselekmények, azok nem nyerték el méltó büntetésüket. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Humboldt ügy sem hozta meg azt az eredményt, tehát ott egy elég egyértelmű és bizonyított, teljesen egyszerű tényállás volt gyakorlatilag, hogy ott az ingatlanokkal mit csináltak, és még abba sem sikerült ítéletet hozni. Úgyhogy sajnos a lehetőség, illetőleg a félelem az benne van az emberben, hogy ennek is az lesz a vége. Viszont az, hogy párhuzamosan a nyilvánosság elé léptünk ezekkel a problémákkal, és nem csak, hogy a nyilvánosság elé léptünk, hanem még ezeket a problémákat, amit egyébként a mi kormányzatunk az Unió előtt is, hát, hogy mondjam, titkol, illetve bizonyos kérdéseket nem hozza az Unió nyilvánosságára, tehát azt kivittük az Unióba is, akkor nyilvánosság eléptünk, és hát, ha a nyilvánosság lesz egy olyan erő, ami esetleg nem hagyja, hogy olyan módon végződjön ez az ügy, ahogy ugye a többi. De még van itt egy nagyon fontos kérdés, ugyanis ezeket a korrupciós ügyeket, amit föltártam a feljelentésemben, azokat úgy lehetne bebizonyítani leginkább, hogyha revizorok nagy részletességgel átnéznék azokat az ügyeket, amikhez kapcsolódnak, tehát az önmagában, hogy például leírtam, hogy a kolléganőnek telefonhívásra le kellett állítani egy vizsgálatot, nyilvánvaló tagadni fogják, de akkor lehet bebizonyítani, ha megnézik, hogy az a fiktív számlázási hálózat, ami milliárdos áfa értéket jelentett ennél a cégnél, az valóban fiktív hálózat volt-e. Na most ezen cégek vonatkozásában már több százmilliós adóhiányt állapítottak meg, úgyhogy ez nyilvánvalóan így lesz, de
ezeknek a korrupciós cselekményeknek az bizonyítása, mivel konkrét adóügyekhez kapcsolódnak, sőt egy-egy ilyen korrupciós ügy nagyon sok adóügyhöz kapcsolódik, illetve nagyon sok beszállítónak az adóügyéhez, ezért ez egy elég összetett bizonyítás, és én úgy tudom, hogy sem az ügyészségnél, sem az állami számvevőszéknél meg nincs meg az az apparátus, sajnos, amelyik érdemben tudna ezzel foglalkozni, vagy akár a rendőrségnél, mert ugye most nekiadták az ügyet a feljelentés kiegészítés miatt. Úgyhogy, és még egy nagy probléma, ugye, tehát igen, én is csak itt a problémákat tudom sorolni, hogy ugye az a baj, hogy az ügyészség, ha feljelentés kiegészítés rendel, akkor kitől tudja csak megkérdezni, hogy mi is történhetett itt. Kitől tud tanácsot kérni, meg kitől tud adatokat kérni, a NAV-tól tud adatokat kérni. Attól a NAV-tól, akihez én aki ellen én a feljelentést tettem. Tehát valahogy meg kéne oldani azt a problémát, hogy független, hogy valahogy függetlenné kéne tenni ezt a vizsgálatot, vagy nagyon komoly szakembereket el kéne különíteni a szervezeten belül, úgyhogy ne lehessen semmiféle vezetői ráhatás, és azokat kéne bevonni ezeknek a vizsgálatába. Sajnos az egyik szakértő, aki ebbe az ügybe tudna segíteni, az itt van, és engem viszont az ügyészség nem keresett meg. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan leírás van az én feljelentésemben, ami ezt tényleg tanácsadóknak kérik a véleményét. Engem azóta nem kerestek. A feljelentés kiegészítésben nyugodtan megkeresettek volna, meg ha valamivel tényleg tanács kellett volna, hogy mégis hogy értelmezzék, mert ilyen probléma is lehet a feljelentése, akkor is megkérdezhettek volna, de a mai napig nem kerestek. Én várom ezt a megkeresést, mert én nagyon szívesen segítenék nekik minden részletkérdésbe. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy összetett ez az egész, nagyon én is tartatok attól nyugodtan, hogy ezek az ügyek úgy fognak végződni, mint az egyéb politikai jellegű korrupciós ügyek, de az a helyzet, hogy ez nem politikai jellegű. Azért azt is kell látni, hogy az én feljelentésem, amiben hivatali többféle típusú hivatali visszaélésért feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen, az azért nem egy politikai ügy. Nyilvánvaló, hogy a politika, ugye, ahogy elmondtam, a politika ott van a háttérben, meg a politikai gazdasági érdekcsoportok ott vannak a háttérben, de hát azért ez egy adószakmai ügy. Tehát vizsgázni fog az ügyészség, vizsgázni fog az államhatalom, hogy tudja kezelni azt az ügyet, amire hát biztos voltak hivatali visszaélési feljelentések, de ilyen összetett és egy nyilvánossággal megtámogatott ügy, azt hiszem, hogy elég egyedülálló Magyarországon. Úgyhogy én ezért bízom abba, hogy talán lesz valami eredménye is ennek az egésznek. Igen. És nagyon érdekes, és talán némi bizakodásra ad okot, hogy tegnap épp a Magyar Nemzetben jelent meg egy hosszú cikk, amelyben részletesen leírja az illető, aki az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentéséért fórum tagja, hogy elmentek áruházláncokhoz, megvizsgálták, ott beszélgettek a vezetőkkel, megvizsgálták, hogy mi van a polcaikon, és egyértelműen ki tudták mutatni, hogy számos áruházlánc polcain olyan termékek vannak, amelyek csak áfacsalásos módon, tehát ezeken a szervezett bűnözői hálózatokon keresztül juthattak oda. Tehát egy olyan, aki kívülálló, és ilyen szempontból, tehát a napban nem érintett, ugyanazt írja le, és ez megjelent egy kormány közeli labban, tehát ettől talán remélhető valami, nem tudjuk. Oké, kettes felszólaló, ott lesz a négyes. Az én kérdésem az arra irányulna, hogyha mondjuk optimális esetben ez az ügyészségi feltétel mondjuk vádemeléssel és adott esetben ugye egy bírósági döntéssel zárul, ugye ez konkrét emberek, ahogy mondta is, ezzel a letelefonálással ugye elmarasztalatú cselekedetéről van szó. Igen. De ön is mondta itt a háttérben, valószínűleg sokkal nagyobb probléma a mulasztásos vagy az öncenzúrával kapcsolatos kérdés, és hogy ön mit gondol, hogy ez a napon belül milyen
változások képzelhetünk el egy ilyen optimális esetben, hogy ezek felszámolhatók lenne? Azt még nem mondtam el, jó a kérdés, egyet kifelejtettem, és én csak a konkrét tényállásokról beszéltem, mert háromféle tényállásról beszéltem, hogy mi van a feljelentésben, de a feljelentésnek az egyik hangsúlyos része az egy törvénysértő ellenőrzési gyakorlatot tárt fel. Tehát én azt állítottam, és egy nagyon hosszú mellékletben fejtettem ki a saját példámon, meg a kollégáim példáin keresztül, hogy a NAV ezen a területen törvénysértő ellenőrzési gyakorlatot folytat. Ezt nagyon sok ténnyel alátámasztottam, tehát ő neki nem csak azt kell kivizsgálni, nagyon remélem, hogy nem csak azt fogja kivizsgálni, mert külön megjelöltem, hogy tehát feljelentést tettem a konkrét tényállásokra, és jelzéssel értem az adóhivatal törvénysértő ellenőrzési gyakorlata miatt. Tehát ez egy elég összetett feljelentés, és igenis várom azt, hogy föltárják azt, hogy rendszer szintűen hogy működik ez az egész a hivatalban. Na most ugye, amikor a kormányzathoz fordultam két alkalommal, akkor is, ha nem is ennyire részletesen, de azért elég komolyan, a Rogánnak írt levél az már meg is jelent, ugye. Én leírtam ezt a törvénysértő gyakorlatot a kormányzatnak. Ugye azt mondta a Rogán Antal, hogy ebben nincs konkrétum, hát ki kellett volna vizsgálni a hivatalon belül, hogy amit Horváth András állít, amit biztos nem csak úgy a fejéből kipattan, meg alátámaszt azért elég komolyan érvekkel is, és hát ott van tizenvalahány éve, úgyhogy valamit csak láthat ebből az egészből, hogy mi igaz ebből? Mi igaz ebből, hogy kirúgtak olyan embereket, akik jól végezték a munkájukat? Mi igaz abból, hogy úgy utaltak ki 10 milliárdokat, 100 milliárdokat bizonyos szektorban, bizonyos szektor legnagyobb szereplőinek, hogy egyetlen adóellenőrzés se volt ennek a hátterében. Tehát de a kormány ugye ezt nem tette meg, nem tudok ilyen vizsgálatról, nem látom, hogy azok a vezetők, tudjuk, hogy kik azok a vezetők, akik ezért felelőssé tehetőek. Bármiféle szankciót kaptak volna ezért, ellentétben kitüntették őket, nagyon sokukat. Tehát kitüntetéseket azokat viszont kaptak. Tehát én azt várom, hogy emellett a tényállás mellett az ügyészség foglalkozik a törvénysértő ellenőrzési gyakorlattal is. Na most volt az ügyészségnek egy törvényességi felügyeleti hatásköre, azt egy pár éve kivették sajnos. A törvényességi felügyeleti hatáskörbe állatlanos hatáskörrel vizsgálhatta a közigazgatási szerveknek a tevékenységét, a hatósági tevékenységét. Ez megszűnt. Most csak egyedül ügyekben vizsgálódik az ügyészség, de azért megjelöltem neki, hogy ezzel foglalkozni kell. A másik ilyen szerv, aki foglalkozhat ezzel, az az állami számvevőszék. Úgyhogy azt majd szépen leragozzák, hogy melyik legyen az a szervezet, az állami szervezet, ami kivizsgálja ezt a törvénysértő gyakorlatot, de magáért az egész a rendszer szintű működés miatt is tettem jelzést az ügyészség felé. Köszönöm a figyelmet. Mielőtt tovább mennék, csak felhívnám a figyelmet, hogy közben bor érkezett, úgyhogy ha valaki esetleg annyira kétségbejtőse lenne a helyzetet. Tartatunk egy szünetet, először is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy Horváth András úr is beszállt a forradalomiparba. Nagyon jó. Én tényleg érzek valami ilyesmit egyébként. Nagyon jól jön ebben az aszimmetrikus hadviselésben, hogy újabb és újabb frontokat nyitunk. Nagyon tetszett ez az, amit a szerződésekről mondott. Én is így gondolom, hogy itt, hogy vagyunk, hogy összejött ez a fórum, az is egy szerződés megsegítés, hogy a leghatalmasabbak nem vállalják a rájuk jutó terheket. És hogy itt vagyunk, az meg annak az eredménye, hogy az egyetemen se vállalják a szerződést.
kérdéseket, amiről szeretném. Első kérdésem az lenne, hogy közötte életbiztosítást. Aztán nem is válaszolok, de... Jó. Aztán azt szeretném mondani, hogy egy ugyanilyen szerződés a diákhitel. A diákhitel központ automatikusan kap adatot a NAV-tól arról, hogy mennyi is a törlesztőknek a fizetése, ami után 6%-ot kéne fizetni. Mostanában egyre több fiatal vállalkozóként tud csak belekezdeni a karrierébe. A diákhitel központ a vállalkozóknak pedig nem a profitjuk után számolja a 6% kötelező részt, hanem a bevételük után. Ezt megkérdeztem egy ilyen diákhiteles fórumon is, hogy ez miért van itt. Az igazgató kezéből gyorsan kitépte a mikrofont a kommunikációs igazgató, és azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy milyenek ezek a vállalkozók. És szerintem érti mindenki. Igen, 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 igen. És az a kérdés, hogy miért ezt csinálja a NAV? Az a kérdés, hogy nem is kérdés. Jó, jogos volt a felvetés egyébként, persze. Tehát nyilvánvaló, hogy tehát a vállalkozásnak azt nem az árbevétel, hanem a profit gyakorlatilag. És hogy ha mondjuk kis haszonkulcsan működik, akkor azért az elég nagy teher a diákhitelbe, szóval egyet értek. Nem is tudom, hát meg kéne keresni, ki lehet megkeresve ebbe az ügybe egyébként. Volt egy, a diákhitel központról sózott mindenféle. Nem kell hagyni, azt mondom, nem kell hagyni. Hát nem tudom, hogy a NAV-hoz-e, de kormányozókhoz is kéne fordulni esetleg kép. Nem kell hagyni, teljesen jogos a felvetés, úgyhogy azt mondom, hogy úgy, ahogy én, nem kell. Tehát én egyébként tényleg az van, hogy az a jó szó, hogy én nagyon, hát az utóbbi időben főleg elég sok falat emeltek az adóhivatalon belül, és folyamatosan áttörögettem őket. Ezt nem nagyon tetszett, ugye, de hát a végén már ugye megmondták egyértelműen, hogy ennek vége, és akkor most már ne foglalkozzak ilyen ügyekkel. De azt mondom mindenkinek, hogyha valami ilyen problémája van az államigazgatáson, akkor ne hallgasson, és addig kilincseljen, addig verje az ajtót, addig törje a falakat, amíg nem lesz neki eredménye. Mert ha nagyon kitartó, akkor lesz eredmény. És nagyon remélem, hogyha nekem mondják mind, nagyon sokan, hogy kitartás, én mondom, én kitartok, azzal semmi probléma nincs. Meg ha mellettem is kitartanak ilyen nagy tömeg, aki mellettem van, én a kommenteket olvasom, elképesztő támogatottsága, nagyon sokan féltenek, nagyon sokan buzdítanak, úgyhogy nagyon sokan mondják, nagyon, az azt érezni, hogy engem, meg például Angyál Józsefet is megjelölték, hogy álljunk ennek az élére. Nagyon jó lenne, ha ilyen közös összefogás létrejönne. Most már tulajdonképpen össze is jött, tehát Angyál Józsefet mi abszolút támogatjuk egymást, mint tegnap voltam a fórumát. Ő azonnal a támogatását megadta az én harcomhoz, úgyhogy azt tudom mondani, hogy szövetségeseket keresni és dörömbölni, hogyha igazságtalanságot lát az ember. Négyes. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nagyságrendileg mekkorára becsülik azt az összeget, amit ezek a protekcionált cégek nem fizettek be adóként, tehát az adó elkerülés nagysága országos szinten, éves szinten, és mondjuk az elmúlt 10-15 évben mekkora összeget tett ki. Hát ez a társadalmi súlyát azt hiszem meg. Ugye 2011-es adatokkal dolgoztam én, amikor ezeket az összegeket mondtam, de hát azóta az adó bevételi tervek áfában nem sokat változtak, azok olyan, az éves szintű befizetés az olyan 3000 milliárd hogy mondom? 3000 milliárd forint körül van, 3000 forint. Ugye én 25-30%-ra becsültem, ahogy az EU is egyébként a fekete gazdaság részarányát, az olyan áfában az olyan 1100 milliárd forint körülbelül, 1100 milliárd forint, és én még hozzácsaptam ugye a jogosulatlan visszaigényléseknek is a 25-30%-át, úgy jött ki nekem az 1700 milliárd.
Úgyhogy ez egy ilyen alsó hangos betűs különben, de az 1700-ban azért azt elmondtam mindig, abban nem csak a nagy multinacionális cégeknek az adócsaló teljesítménye van, hanem benne vannak ugye a kisvállalkozások, a szolgáltató szektor, stb. Ezt tudja mindenki, és én körülbelül úgy kalkuláltam, hogy ennek a fele lehet az, ami a nagy multiktól, hasznaként jelentkezik, vagy extra profitjaként jelentkezik, ami lehet, hogy 800 milliárd forint, de az is lehet, hogy 1200. Tehát az 1000, ez egy olyan középérték, az egy nyilvánvaló pontosan. De azért, amikor nem lehet ezt megtudni, de amikor én vizsgáltam ezeket több szektornak az adócsaló hálózatokat, akkor viszont nem 25-30%, hanem még sokkal magasabb arány jött ki nekem ezekre. Tehát olyan mértékű adócsalásokat láttam, illetve számításokat végeztem erre vonatkozóan, és ugye az egyes terméktanácsok az élelmiszeripar területén folyamatosan figyeltem, hogy mit mondanak ők, 50-70%-os fekete gazdasági arányt jeleztek. Tehát ez az összeg, amit én mondok, ez még ilyen alsó hangos becslésnek minősíthető. És ugye méreteit ugye, hogy a Lukács András ugye utalt arra, hogy a Népszabadságban is megjelent ugye az a tulajdonképpen támogató cikk, ami azt mondta, hogy igen, igazam van ugye itt a kiskeres Magyar Nemzetben. Mondtam? Népszabadság. Ja, Magyar Nemzetben. Magyar Nemzetben megjelent, és az egyébként korábban is már elmondták, hogy csak az élelmiszer gazdaság területén 130 milliárd forintra teszik az áfacsalásoknak a mértékét, és ez csak egy szektor. 15-20 szektort is föl lehetne sorolni, ahol ilyen nagymértékű adócsalások vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a vetés nem egyáltalán nem föltől elrugaszkodott, nem is becslés tulajdonképpen. És még egy, amiről még keveset beszéltem, ugye én csak az áfáról beszéltem, de a járulék fronton, ugye nyugdíj egészségbiztosítási járulék, ugyanez a helyzet. Ott is éves szinten 1000 milliárdos nagyságrend lehet az, amit az összektorban nem fizetnek be járulékként. A nagy cégek leginkább a költségvetést a munkaerő kölcsönzőkön keresztül húzzák le egyébként. Erről ugye nem beszéltem, volt, amikor ilyen vizsgálatokban is részt vettem, azt a szabályozást nagyon meg kellene nézni kormány szinten, hogy mit engednek, illetve oda kéne állítani az ellenőröket erre a területre, mert óriási pénzek, ott is 100 milliárdok mennek ki gyakorlatilag a legnagyobb adózóknál. És a járulék ellenőrzések területén sajnos ugyanolyan hiányosságok vannak, mint az ÁFA ellenőrzés területén. Abban a kritikus szektorban, ahol diszkrimináció van az áfacsalások, ott a egyéb adónemeket tekintve is. Úgyhogy nagyjából ezt tudom mondani, hogy ilyen összegek. Annyit esetleg oda vitt magam részéről, hogy én régen volt ilyen társadalmi metszeteket készítek, és 2006-ig az én számításom szerint kb. 12.000 milliárd forint értéket tulajdonítottak el ezek a cégek, és ez annyit jelent, hogy nagyságrendben érzékeljük, hogy minden magyar családnak körülbelül olyan 4 millió forintos tőke részvényt lehetne volna belőle adni. Ez ennyi. Ez most nem tudom, hogy pontos ebben mire értődik, de hát mert ez már csak az adócsalásokból összejönne különben. Tehát ez a 12.000 milliárd, 2006 óta... Ez 2006-ig volt. Bocsánat, de most itt közbe kell szólnom, mert hogy azért kialakult párbeszélek. Úgyhogy ez, azt mondom, hogy ez abszolút reális lehet. Az abszolút reális lehet. Igen, annyival kiegészíteném, amit már többször is elmondtunk az elmúlt napokban, hogy ne legyen illúziója senkinek arról, hogy ezek az összegek esetleg úgy visszakerülnek a lakossághoz, hogy alacsonyabb áron adják el mondjuk a cukrot vagy bármit. Nem, ez nem. Ez egyébként a tegnapi Magyar Nemzet cikk, amiről már többször említettünk, szintén ezt erősítette meg, hogy nem, ez a cégek profitját növeli, egyes embereknek tehát azoknak az embereknek a vagyonát növeli, akik nem igazán szorulnak rá, illetve ami még ennél sokkal fontosabb, ennek az összegnek egy nagyon nagy része kikerül az országból. Ugye multicégek végzik ezt az adócsalást nagy részt, és egyszerűen kiviszik a pénzt az országba. Nem véletlen, hogy Magyarország a legmagasabb a megtermelt
jövedelem, tehát a GDP, és a felhasznált, tehát a belsőleg felhasznált jövedelem, a GNI közötti különbség. Még Szlovákiában is sokkal kisebb, és ez hosszú évek óta gyakorlatilag változatlan, a GDP-nek 4-5-6%-át teszik ilyen nagyságrendre, tehát ezt mind kiviszik, és ennek egy része, ennek az adócsalásnak tudható be. Köszönöm. És amit még András most éppen nem mondtál, de kifejtetted, de pont ti dolgoztatok rajta, ugye, hogy a cégeknek a zárbevételéhez képest mekkora profit van gyakorlatilag, mekkora haszna van, tehát az elképesztő, pont a kiskereskedelmi láncoknál. Tehát az is azt mutatja, tehát leköltségelik valamivel, vagy ki obsorozzák az egészet, ugye, és társasági adót nagyon minimálisat fizetnek csak. Tehát azt az extra profitot, amit mond az András, amit az adócsalásokból kiszednek, azt is szépen viszik ki. Tehát még társasági adót se hajlandóan fizetni. Hát az egyik legnagyobb bevásárló központ lánc, hosszú éveken keresztül veszteséget mutatott ki, a másiknak meg volt olyan, tehát a 100 milliárdos nagyságú forgalma mellett 10-valahány millió forint nyeressége. Igen, bocsánat, igen. Muszáj tovább mennünk, hogy mindenki sorra kerüljön, nagyon sokan jelentkeznek, hál' Istennek. Az 5-ös felszólaló, majd meg a 14-es, 15-ös. Nekem az volna a kérdésem, hogy... Nem? Te voltál az a nők? Ja jó, akkor nem hoztok ki neked vissza. Hogy ezeknek a nagy cégeknek vannak könyvelőik, meg vannak adószakértőik, és ezek általában a Bigportból kerülnek. Hát igen. Tehát, hogy igen. Az egyik itt van a közel. A mérlegeket is fizetik könyvelést, ezzel azt jelenti, hogy ők is benne vannak, vagy nem látják, vagy nem viselják, vagy akkor azt jelenti, hogy minek vannak. Hát igen, és ugye nagyon érdekes az, hogy én úgy látom, hogy a NAV védekezésként ezeket a Big Four-okat tudta csak bevetni. Ugye Vámosi Nagy Szabolcsot megszólaltatták, meg többeket. Ők is hitetlenkednek, meg kételkednek az egészbe. Persze ők nagyon jól tudják, hogy miről van szó, ez nyilvánvaló. És az ő megszólalásaikat épp ezért egy kicsit fenntartással kell fogadni, pont azoknak a cégeknek a képviselői, akik ezeket az óriási mértékű adócsalásokat elkövetik, mert ezek a nagy cégek nem is kerülhetnek máshoz, csak ehhez a négyhez. Tehát az az igazság, hogy ezt tudom más tanácsadó cégektől, hogy a piac el is van zárva, és egy nagyon belterjes valami ez az egész dolog. Ha valahova átmennek, akkor csak a négy közül mehetnek át valahova. És ugye az a gyanúm, illetve ez valószínű több, mint gyanú, hogy azok a, hát igen, azok a közvetítők, akik hogyha valami probléma van, akkor eljárnak azok közigazgatási vezetőknél, akiket hát kívülről építettek be a rendszerbe, azok pont az adótanácsadó cégeknek bizonyos képviselők, de nem akarok urjántuk vádaskodni, meg neveket sem tudok, de hát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy nem tudnak róla. Tehát igen, ők végzik a könyvelésüket, mondjuk a könyvelőnek elvileg nem kötelessége az, hogy vizsgálja a számláknak a tartalmi hitelességét, de hát azért nyilvánvaló, hogy pont pontosan tudnak arról, hogy mi folyik ezeknél a cégeknél. Most a nagy értetlenkedés van a részükről, meg ugye az, hogy hát nincs olyan ember, aki ezt át tudná tekinteni. Hát van olyan ember, és az a baj inkább, hogy az adóhivatal, aminek kötelessége lenne az, hogy felszámolja ezeket a hálózatokat, és a közérdeket képviselve ugye nagyobb adó befizetések kötelezze ezeket a cégeket. Önmagától nem tette meg azt, hogy szektorok teljesítményét, komplett teljesítményét átvizsgálja. Ehhez én kellettem tulajdonképpen, akit önk meg kérés nélkül magánszorgalomból elvégezte ezt a feladatot. Tehát azt mondom, hogy tehát ott a nagy adótanácsadóban nyilvánvalóan nincs minden rendben, de ugye ők azért kényelmetlen helyzetekben nem nagyon szoktak kerülni, mert hát ugye vizsgálat se szokott elrendelésre kerülni náluk. Tehát legtöbb esetben nincs adóvizsgálat, úgyhogy eleve ki tudják húzni magukat a kényes kérdések, a kényes problémás területek alól. Úgyhogy ennyit tudok mondani a Big Four-ról. A kérdésemet tovább gondoltam, és lehet
természetben csak annyit, hogy milyen kitüntetést kaptam, hogy akkor ki az, aki közre játszik, szóval valamilyen szinten. Ja, én annyi, hogy a kitüntetés az ugye azokra az adóhivatali vezetőkre gondoltam, akik bizony nagyon sokat tettek azért, hogy ez a rendszer fennmaradjon, hogyha támadások érik ez a rendszert, akkor fölépnek ellene, és ha izgága emberek vannak a rendszerben, azokat visszaminősítik, illetőleg eltávolítják a hivataltól. És bizonyos ellenőrzéseket azt lehet mondani, hogy akadályoztak, és én tudok ilyen embert sokat, és azt láttam, hogy ezek az utóbbi 2-3 éven egész magas kitüntetéseket kaptak az adóhivatalnál. Úgyhogy az adóhivatalnál nagyon sok kitüntetésfajta van. Egy ilyen október 23-a vagy március 15-e alkalmából több száz kitüntetést osztanak ki. A nagy részét azért tisztességes, becsületes, áldozatos munkát végző kollégák kapják. Most is néztem, legutóbb is főleg idősebbek, de sajnos mindig vannak közöttük olyanok, akik a kitüntetést nem az áldozatos munkájukért kapják, hanem a rendszer hűségükért, azért, hogy fenntartják ezt a diszkriminatív ellenőrzési rendszert, és megvédik a belső támadásoktól ezt a rendszer tulajdonképpen. Tehát ezt ugye sokan látják egyébként, sokan tudják, hogy kik ezek az emberek, és ez egy érdekes, hogy azok között kell keresni őket, akik elég nagy elismeréseket kapnak folyamatosan a vezetéstől, meg a minisztériumtól. Ez még egy külön érdekesség ebben az egészben, de hát föl kell mutatni, hogy ugye erősíteni kell őket minden szinten, hogyha később valami probléma van, akkor oda tudják tenni a mindenféle kitüntetéseket, hogy hát ez egy csodálatos ember, ez szuperül végzi a munkáját, úgyhogy ezért lesz érdekes, hogy amikor majd odáig eljut a vizsgálat, hogy akkor hogy mennek ezekhez az emberekhez hozzányúlni. Úgyhogy ezekről beszéltem, ezekről az érdekes kitüntetésekről. Hetesről szólaló. Én voltam, de előttem még megpróbálok nagyon gyors lenni. Lenne egy általános kérdésem, és lenne egy konkrét kérdésem. Az általános az név nélküli lenne. A praxisa során, mivel ez egy speciális szakterület, találkozott olyan nagy nemzetközi multival, vagy akár nagy magyar multival, igen, de én csak milliárdok tekintetében. Nekem is már ezek szinte picit. Ahol konkrét sejtése, benyomása, vagy részbizonyítékok alapján az a konklúziója következtetése lehetett volna, hogy esetleg az ezzel kapcsolatos nemzetközi multi vagy nagy magyar multival kapcsolatban valamilyen államtitok lehetséges-e, vagy akár a titkosszolgálatok nyűzsöghetnek-e. Ez az egyik általános név nélkül. A másik konkrétum a BAMAG-gal kapcsolatban, valószínűleg a tisztelt fiatalok is hallották már, 10 év alatt legalább 100 000 ember fizette be a pénzét. Lehetséges-e, hogy konkrétot mondok, 1000 milliárd forintnak megfelelő forrás adó valahol, valamilyen formában, valahogy szabálytalanul eltűnhetette, ha igen, akkor merre felé, vagy pedig volt-e valakinek erre rálátása, vagy sem? Köszönöm szépen. Hát erről az utóbbiről nem sokat tök, de ilyen nagyságrend lenne. Tehát nem tudom, mekkora volt a Baumag befizetés egyébként. De ezt én nem tudtam mekkoráról. Mivel én ebben konkrétan részt vettem, tekintettel arra ügyvéd voltam egyedül ebben az országban, ebben a Baumag ügyben, sértettek vonalán, úgyhogy valószínűleg én vagyok az egyetlen jogász ebben az országban, akinek konkrét közvetlen rálátása volt. Tehát azért kérdeztem rá, hogy végre az életemben... Nekem ez meglepő, pillanat, hogy ekkora összeg lehetett volna, tehát én nem is tudtam, hogy ekkora. Csak egyet akarok mondani, mivel hangsúlyozom, konkrét szereplő voltam, mint sértett jogi képviselő ügyvéd. Saját fülemmel hallottam, amikor arra került sor, hogy egyetlen évben, hangsúlyozom, egyetlen évben 1000 milliárd forint volt a tőke, tehát a forgó tőke, amit a Baumag vitt. Tehát ezzel kapcsolatban nem tud semmi. Nem. Ezt nem tudom, viszont a másik kérdésre az érdekes, tehát hogy itt van-e valami államtitok.
Én azt nem találkoztam én államtitokkal ezzel kapcsolatban, viszont nyilvánvaló, hogy lesz vagy lehet egy olyan kormányzati védekezés erre az egészre, amiben én belekezdtem, és amit csináltam egyes szektorok vonatkozásában, hogyha ezek a nagy cégek bizonyos területekről kivonulnak Magyarországról, és nem vásárolják föl azokat a termékeket, amit évtizedek óta gyakorlatilag visznek ki Nyugat-Európában, meg mindenfelé a világba, például ilyen a gabona, akkor elképzelhető, hogy a gazdaság egy kicsit meg fog roppanni. De hát ugye ez az, de szerintem attól még nem kéne támogatni ezt a korrupt működési módot, meg ezeket azért lehet helyettesíteni előbb-utóbb. Tehát lehet egy ilyen háttér gazdasági vonatkozása az egésznek, és megmondom őszintén, tehát tényleg ez benne volt ez a gondolat a fejembe, hogy én a Rogánéknak, meg magas szintű kormányzati szereplőknek elviszek egy ilyen anyagot, és akkor majd leülnek velem beszélgetni, hogy András, rendben van, oké, ezt láttad, de ez egy nemzetbiztonsági ügy, és akkor ez még, mert akkor nem tehettem volna mit, de nem volt ilyen, ha irányult, tehát nem volt ilyen. Én nem láttam benne ilyet, én érzem, hogy ilyen, nem csak én, a kollégáimmal beszéltünk ilyenekről, hogy ilyen motiváció lehet abba, hogy a nagy cégeket azt ugye védjük egy kicsit, mert félünk, hogy mi van, hogyha kivonulnak. De mondom, hogy engem senki nem figyelmeztetett arra, hogy ez nemzetbiztonsági ügy lenne. Úgyhogy... A benyomást kérdezted, de ezt nem szokták. De ez a benyomásunk az van, hogy esetleg ilyenre hivatkozhatnak. Az viszont más kérdés, hogy arra egy kicsit azért úgy, ezt most elmondom, hogy jó lenne, ha így lenne, de nem biztos, hogy így van, hogy ugye emlékeznek, hogy nem régen a Földművelési Minisztériumban, melyik szervezetnél is, a földalapkezelőnél, ahol támogatásokat osztottak ki, ott lebuktak vezetők, évelején jött egy jelzés oda, hogy ott problémák vannak, és akkor elkezdte figyelni a titkosszolgálat őket, és mikor a szocialista képviselő egy-két hónappal ezelőtt kihozta az ügyet, akkor azt mondták, hogy hát kérem szépen, mi már február óta figyeljük őket, és a letartóztatások egyébként valószínű, hogy tényleg azért voltak, de nem azért, mert kiállt az MSZP-s képviselő, hanem mert tényleg figyelték őket titkosszolgálati módszerekkel, és nekem egy kicsit azért az is volt a reményem, hogy mert ugye furcsa volt, hogy engem hagytak így tevékenykedni a hivatalban. Nekem jogosultságom volt mindenhez, én ezt a tevékenységet tudtam, nem mondta senki, hogy álljak le, és akkor még egy kicsit, még most is reménykedem van, hogy hát, ha figyeltek azok közül, az emberek közül valakit, akikre nem csak én, ráadásul nem csak én, hanem az utóbbi két évben más kollégám is fölhívta a figyelmét, hogy milyen dolgai vannak, és hogy ilyen korrupciós hatások vannak a rendszerben. És én még jó lenne, ha egy ilyen előjönne. Tehát jó lenne, hogyha nem engem figyelnének, meg hallgatnának le, meg azokat, mert erre van sajnos a nagyobb esély. Mindig is tartottunk tőle, meg nagyon óvatosak voltunk, hogy végig tudjuk az egészet vinni egyáltalán. És én attól tartottam, hogy bent a hivatalnál is pontosan nyomon követik azt, hogy mit csináltam, de hát ezek szerint nem, de én annak, tehát én azt mondom, hogy amilyen állapotban van ez a szervezet, és erről magas kormányzati szinten tudnak nem csak tőlem, hanem másoktól is, indokoltá tette volna azt, hogy esetleg titkos szolgálati módszerekkel figyeljék azokat a kulcspozícióban lévő vezetőket, akik külső befolyás alatt állnak, bizonyíthatóan külső befolyás alatt állnak. Úgyhogy tehát, hogy aztán van-e ilyen valami a háttérben, nincs, jó lenne, ha lenne. Mert akkor az biztos, hogy alátámasztaná azokat, amit mondtam.